Sok után Radina Dace balettmester végre a jól megszokott környezetben tarthat órát növendékeinek. Az elmúlt egy év során többször kellett nekik is áttérni az online oktatásra, ami megnehezítette a mesterek és a kis balettosok dolgát is. Mindenki otthon gyakorolt, otthon épp, hogy hát van nem tudom 2-3 négyzetméter, amiben tudnak, tehát minden ugye statikusan egy helyen lévő balett gyakorlatokat adtunk, hogy izomzatilag ne essenek ki, de szuflailag vagy fizikait azt nem tudtunk úgy leterhelni. A visszatérés hatalmas öröm volt mindenki számára, de az elmúlt időszak minden igyekezetük ellenére nem múlt el nyomtalanul. Bejöttünk és elkezdtünk ugrálni, ami otthon ugye azért egy lakásban szinte lehetetlen, pici ugrásokat adsz, vagy valami, de nem tudsz úgy mozogni, és ez volt a legfárasztóbb számukra. Tehát azt láttam, hogy ők elfáradnak attól, hogy mozognak, attól, hogy futni kell. Futtattam őket itt meg minden, de jól állnak, nagyon ügyesek. Kettő ujjat hoztál? Akkor kezdjük azzal, jó? Jó, bátran. Nem csak a Magyar Nemzeti Balett Intézetbe tértek vissza a jól megszokott dolgos hétköznapok. Heuser Nikoletta, a Magyar Állami Operaház gyermekkarának vezetője, éppen az első online fordulón átjutott gyerekeket felvételizteti az énekkarba. A gyermekkar tagjai egy hete kezdték meg újra a közös próbákat, hatalmas lendülettel vetették bele magukat a munkába, amire szükségük is van, mert az elmúlt hónapok nem várt akadályokat gördítettek eléjük. A maszk miatt a gyerekek sokkal kevésbé nyitják ki a szájukat, ami azért az éneklésnél nem annyira jó dolog, és erre nagyon-nagyon sokat kell őket figyelmeztetni. Látszik még azokon a gyerekeken is, akiknek egyébként ez nem okozott eddig problémát, hogy szép nagyra nyissák a szájukat, hogy most igenis küzdenek vele, nem veszik észre. Egy ilyen bőr, nagy levegőre nézik, ja? Aztán Dénier, hogy picit emelkedik a szájukat, ugye? A gyerekeknek legyen szó balett növendékekről vagy a gyermekkar tagjairól, egyértelműen szükségük van a tanáraik, mestereik személyes jelenlétére és segítségére ahhoz, hogy tökéletesen tudjanak teljesíteni és fejlődni. Sokat javítanak minket úgy, hogy konkrétan odajönnek és beállítanak, és ezt a kamerán keresztül nagyon nehéz volt. A csípőnk meg minden pont úgy legyen, ahogy kell lennie. Mindkét művészeti ág pontos, precíz munkát követel meg a tanulóktól, ehhez pedig szükségük van minden érzékszervükre. Az online órákon nem csak a segítő kezek vagy fülek hiányoztak nekik, de sokszor a tiszta dallamok is. Leginkább szerintem a zene volt fontos, mert hogy ugye elcsúszással tanultuk be a rúd gyakorlatokat otthon, és amikor bejöttünk az első órán, mindenki teljesen máshogy volt, úgyhogy azzal sokat dolgoztunk, hogy aztán mindenki jól megtanulja a zenét. Bármilyen nehézséget is rejt magában a normális életbe való visszatérés, az az öröm és lelkesedés, amit a megszokott környezet és egymás jelenléte ad a gyerekek számára, átlendíti őket minden akadályon.